Magyarországon mintegy 2,5 millió ember allergiás a parlagfűre, amelynek pollenjei akár október végéig is a levegőben maradhatnak. Ráadásul nem ez az egyetlen növény, amelynek virágpora az őszi évszakban nyúlóan is tüneteket okozhat. Ornyálka hártyagyulladás, allergiás asztma, valamint szem- és bőrpanaszok. Ezek a problémák jelentkeznek a leggyakrabban, például Fábián Barna kollégámnál, aki most is szenved a tünetektől. Te is nagyon sokszor vagy allergiás. Most már én 5. hete, de hát a sorstársaimra, főorvosasszony Páldi Anna kezét csokolom, a Népegészségügyi Központ szakértője. Hát egyre többen vagyunk, most engem annyira kiütött reggel, hogy alig látok, de hát meddig tart még? Valóban október végéig? Igen, sajnos azt kell mondani, hogy a parlagfű virágzása nagyon hosszú. Általában olyan... Nem mondom, 60, hogy örömmel hallom, de... 60-70 napig szokott a levegőben tartósan kimutatható lenni a parlagfű pollen. Tulajdonképpen augusztus elején kezd el virágozni, és a végét azt az első fagyok hozzák meg. Akkor elfogy a növény, és nem tud már több pollen termelni, de egyébként az egész szezon alatt folyamatosan ontja a virágport, és az a nagy hátulütője a dolognak, hogy egy-egy növény több millió pollen tud termelni, és ezt kiszórja a környezetbe, ami nem csak a környezetbe okoz problémát, hanem a szél elviszi több száz kilométerre, sőt, vannak olyan vizsgálatok, amik azt mutatták, hogy a Magyarországon termelődött pollen Hollandiában is kimutatható volt egy speciális időjárási helyzetben. Főorvos azt, hogy aki egyszer allergiás lesz, mint mondjuk én is, az már soha nem fog meggyógyulni. Sajnos azt kell mondani, hogy talán csak az immunterápia az, ami meg tudja gyógyítani a beteget. Egyébként az összes többi kezelés az tüneti jellegű kezelés, tehát csak a tüneteket tudja csillapítani, enyhíteni. Ez az immunterápia, ez egy új, viszonylag új módszer. Elég kevesen alkalmazzák Európában, tehát a szakirodalom már leírja, hogy sikeresen lehet kezelni mindenféle allergiát. Természetesen mindegyik típusú allergiához más kezelési módra, illetve az allergenitást kiváltó anyagra van szükség. Azt kell tudni, hogy ez a módszer is néhány év alatt tudja meggyógyítani a beteget. A télen kell, tehát a pollenmentes időszakban kell hozzáfogni a kezeléshez, és aztán ugye ezt évenként meg kell ismételni, és akkor 2-3 év múlva várhatja a beteg, hogy már a pollen levegőbe kerülésekor nem lesznek tünetei. Az írtásnál lehet az is probléma, hogy sokan nem is ismerik fel a parlagfüvet? Én azt nem hiszem, tudják, hogy ami épp a kertemben van, az az. Azt hiszem, hogy még mindig nagyon sok a tennivaló abban az irányban, hogy az emberek felismerjék a parlagfüvet. Igaz, hogy már hosszú évek óta folyik ez a felvilágosító tevékenység, hiszen mi a monitorozást az intézetben 1992-ben kezdtük el, tehát azóta folyik ez a munka. De rengeteg felvilágosító kiadványt, ismertető kiadványt készítettünk, de még mindig nem lehet azt mondani, hogy minden ember egyértelműen meg tudja különböztetni például a büdöskétől vagy más hasonló növénytől a parlagfűvet. Amikor a parlagfű nagyon kicsi növény, akkor nagyon hasonlít talán még a paradicsomra is. Tehát amikor kellene írtani, pláne ugye a kiskertben, akkor nehéz megmondani, hogy ez melyik növény. Tehát ezért kell nekünk, ugye szakembereknek egyre több hangsúlyt fektetni arra, hogy minden szinten, tehát az óvodában, az iskolában, minden szinten oktassuk a gyerekeket, a fiatalokat, sőt a felnőtteket is, hogy megismerjék a növényt. Mindenféle terápiát lehet hallani, nyilván egyedi függő is, hogy melyik használ, melyik nem. De mégis, az miért van, hogy egyre több az allergiás? Az allergia kialakulása egy nagyon komplex folyamat. Tulajdonképpen az, hogy egy felnőtt a parlagfűre allergiássá válik, az majdhogy nem egy végstádium. Ugye egyrészt örökölhetünk géneket, amelyek hajlamossá tesznek arra, hogy az allergia kifejlődjék a szervezetünkben. A kutatások azt mutatják, hogyha az egyik szülő allergiás, akkor a születendő kisgyermeknek az esélye mondjuk 49%. Hogyha mindkét szülő allergiás, akkor biztos, hogy 50% fölött van az esélye, hogy a gyermek is allergiás lehet. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy kora gyermekkorban az immunrendszernek megfelelő irányba kell fejlődnie, hogy bizonyos anyagokat ne ismerjen föl idegenként. Most, hogyha itt ebben az immunrendszeri fejlődésben valamilyen zavar támad kora gyermekkorban, akkor elindul az immunrendszer fejlődése az allergenitás irányába, és akkor
egy erős környezeti, akár belső téri, akár külső téri allergén, ágens, mondhatnám belső térben a házi palackát, vagy külső térben a parlagfüvet, ez ellen érzékenyé válik a szervezet, elkezd ellene termelni egy specifikus ellenanyagot, ami aztán kiváltja ezeket a kellemetlen tüneteket, a szénanáta tüneteit, vagy a szem kötőhártya tüneteket, stb. Egyébként a szövődmények területén hogy állunk, mondjuk? Én már azt sem tudom, hogy mire vagyok allergiás, de valamire nagyon. Igen. Hát egyrészt, hogy ha valaki parlagfűre allergiás, akkor sajnos azt kell mondani, hogy nem csak a parlagfűre lesz allergiás, hanem fokozatosan allergiássá válik más növények, levegőben levő növények, sőt, esetleg ételekkel szemben is. A másik dolog az, hogyha az allergiát, ezt a színanáta tüneteit nem kezelik, elhanyagolják, akkor az eseteknek azt mondják a tudósok, hogy egy olyan 30-40 százalékában asztma fejlődhet ki, ami egy nagyon súlyos kórkép, és ami már igazán súlyos tüneteket okoz, és súlyos kezelést is igényel. Tehát érdemes időben kivizsgáltatni azt, hogy az ember mire allergiás, és a megfelelő tüneti kezelést hát elindítani, és aztán, hogyha van rá lehetőség, akkor az immunterápiát elindítani. Említettem ezt az ételallergiát, ez egy nagyon furcsa jelenség. A parlagfű allergiásoknak körülbelül 30-40 százaléka bizonyos ételek elfogyasztása mint például a görögdínye, sárgadínye, cukkini, vagy a paradicsom, vagy a banán elfogyasztása, után ugyanolyan tüneteket produkál, mint ha belélegzi a parlagfű pollen. Tehát szemtünetek, orrtünetek, esetleg gégeödéma, ami nagyon súlyossá válhat. És az a rossz hír, hogy akinél egyszer megjelentek ezek a tünetek, ezen ételek elfogyasztása újra kiválthatja. Tehát a következő évben nem lehet kísérletezni a paradicsom vagy a görög dinnye fogyasztásával, mert újra előjöhetnek ezek a tünetek. Főorvos asszony, köszönöm szépen! Kérem szépen!